Hello Újpest! Nem. Hello Újpest! Ez itt lesz meg a... Jó. Sziasztok! Újpest Facebook csoportjait ellepték a troll profilok. Több 5, 6, 7, akár 15 ezres csoport is van Újpesten, amelynek nem csak a tagjai, a legaktívebb tagjai, hanem maguk az adminok is troll profilok. Tehát nem valódi, nem létező személyek profiljai, amelyet más létező személyek üzemeltetnek. Ezek a troll profilok azzal töltik mindennapjaikat, hogy Tripon Norbert alpolgármester, vagy Bedő Kata alpolgármester asszony képeit rakják ki, és oda kommentelik, hogy micsoda fantasztikus rendezvényen vettek részt, micsoda eszméletlen buli csapott az önkormányzat. Ezeket a Facebook profilokat arra használják, hogy az önkormányzat sikereit, vagy olyan dolgait, amit megvalósítanak, ne egy politikus, vagy ne egy Facebook oldal, egy hivatalos Facebook oldal, mondjuk a DK Újpest posztolja be, hanem egy közülünk, tehát kis Rebecca, vagy Vékány Erzsébet. Szóval, mikor ezeket a posztokat látod, azt érzed, hogy egy olyan ember büszke ezekre az eredményekre, mint te. Emellett nagy előny még, hogy a legtöbb közéleti Facebook csoportban gyakorlatilag kitiltják a politikai kontentet, tehát hogyha egy politikai Facebook oldalra posztolsz be, egyből következik a törlés. A testületi ülést ugyebár mi közvetítjük a kerületbe, hiszen az önkormányzat nem hajlandó rá, úgy, mint gyakorlatilag bármely másik budapesti vagy országos településen. Úgyhogy én ezeket a videókat meg szoktam próbálni elhelyezni ezekben a Facebook csoportokban, valami kevésszer jártam sikerrel. Vannak ugyan független Facebook csoportok, ilyen például a Káposztásmegyer 2, ahol látszik az adminokon is, hogy valós profilok, valós moderálási elvek alapján engedik be vagy tiltják ki a posztokat. Ezekben általában az olyan tartalmakkal, amik valóban közérdekűek, tehát a testületi ülés anyagával, vagy a testületi ülés felvételével beengednek és szívesen fogadják. Ma teszek egy próbát arra, hogy megismerjem az A profilokat, és megismerem azokat, akik mögöttük állnak. A helyzet egyébként viszonylag para. Ezeknek a Facebook oldalaknak, Facebook profiloknak rengeteg ismerőse van. Nyíregyházi, debreceni, szolnoki, vasmegyei. Rengeteg olyan ismerős, akik szintén Facebook profilok, szintén áll Facebook profilok, és szerte az országban posztolgatnak elvileg független közéleti Facebook csoportokba. Ezeket az áll profilokat a mai napon, június 22-én csütörtökön 17 órára ide hívtam 16-17 éves korom kedvenc helyére, az Óró Cafébe. Sajnos eddig csak a boldogtalan fejű macska, illetve a fiam jött el, a fiam is csak azért, mert nem tudtam lepasszolni nagyszülőknek. A fiam állítása szerint nem rendelkezik Facebook profillal, és soha nem használta a közösségi felületet más nevében sem. Ezek az A-profilok gyakorlatilag megbénítják Újpest online közéletét. Ezeket az A-profilokat vélhetően nem csak a DK és a mostani városvezetés, hanem a Fidesz is előszeretettel használja. Tehát nem csak propaganda célra, hanem kötekedésre is remek eszköznek számítanak. A helyzet az, hogy az első újpesti hamis profil találkozó kudarccal végződött. A következőkben azon leszünk, hogy ezekkel a troll profilokkal végre egyszer tényleg össze tudjunk hozni egy kávézást, még ha 40 helyett maximum 3-an is tudnak eljönni, hiszen ennyien üzemeltethetik az egész hálózatot. Szóval ma nem kerültünk közelebb az Újpest közéletére rátelepedett troll profilok feltárásához. Meg fogjuk vizsgálni azoknak az álhíroldalaknak a hátterét is, amelyek Újpest szerte posztolják a híreket, majd amikor eljön a kampányidőszak, éppen van egy szaftos téma, akkor rárepülnek arra, és elkezdenek politikai oldalként funkcionálni. A következőkben meg fogjuk vizsgálni az Újpesti Hírmondó, az Újpesti Megmondó, az Újpesti Szemle, az Újpesti Tényfeltáró, az Újpesti Hírek, a Négykergeg, vagy éppen az újpesti Mémekút hátterét. Összességében azt biztos, hogy ki tudjuk jelenteni, hogyha az újpesti választásokról nem is ezek az oldalak és ezek a profilok fognak dönteni, nagyban fogják befolyásolni a választás végeredményét. Úgyhogy innen folytatjuk, hajrá Újpest!